és hát ez az ülfekszik, figyeljen az emberre. Geri a fekete kopókeverék mutatja be tudását. Ő is az egyik részvevője lesz a vasárnapi állati nyílt nap programjainak. A Herosz Állatotthon 10. alkalommal rendezi meg az úgynevezett állati nyílt nap rendezvényét a Takarodó úti állatmenhelyüknél. Mint Krebs Gyöngyi, az állatotthon vezetője mondja, rendezvényükkel azt szeretnék megmutatni, milyen szeretetre méltóak az állatok, és milyen tartalmasan el lehet tölteni velük az időt. Szeretnénk azt megmutatni, hogy mennyire jól el lehet tölteni a szabadidőt az állatok között, vagy az állatokkal. Ötleteket adni a gazdiknak arra, hogyha tényleg van állatuk, akkor különböző programok szervezésével milyen jó családi együttléteket lehet teremteni. Figyelünk arra, hogy nem csak a felnőtteknek, hanem a gyerekeknek is legyenek programok. Ez pedig már a vasárnapi rendezvény helyszíne. A programok vasárnap délután 1 órakor kezdődnek majd. Lesz kutya és macska simogatás, dog dancing és frisbee bemutató, játszóház és kézműves foglalkozás is. Külön erre a célra felállított akadálypályát is kipróbálhat majd mindenki kedvencével, valamint az otthon vadmadaraival is lehet majd ismerkedni. Fontos azonban, hogy ezek a programok nem jöhettek volna létre az állatotthon 200 önkéntesének segítsége nélkül, akik a szponzorok felkeresésétől a plakátolásig minden munka folyamatban részt vettek. Rengeteg programötletet kaptunk az önkéntesektől, hogy mit lehetne csinálni, mi az, ami esetleg jól néz neki, mi az, ami inspiráló lenne az érkezőknek, a vendégeknek. Úgyhogy ők nagyon fontosak ebből a szempontból, hogy ők mint kívülállók is látják, hogy mi az, ami esetleg például őket érdekelni. Vasárnap 13 órától, tehát állati nyílt nap a Takarodó úton. Minden kutyatartót és leendő gazdit várnak a rendezvényre, ahol természetesen örökbefogadásra is lesz majd lehetősége az érdeklődőknek.